Végül is várható és logikus fejlemény volt, mégis meglepett mindenkit. Az alkoholt fizikailag, szellemileg elkényelmesedett Európa ijesztően gyorsan fordult káoszba néhány tízezer migráns nyomása alatt. Pozsonyi szobámban ülök, nézem az odakint lassan őszihezbe torzsoló természetet, és arra gondolok, hogy tőlem alig 50 kilométerre emberek ezerei sorjáznak Ausztria felé, a régi tűjútól. Népvándorlók elszánt haza menetel fonom következetességgel Európa gazdagabb fele irányába. Közben hallgatom a híreket, amelyek azt mondják, hogy milliók várnak a jövő rezzenéseire bizonytalan körülmények között Törökországban, Jordániában, Libanonban, de Közép-Ázsiában és Közép-Afrikában is. Olvasom az elemzéseket is, amelyek azt állítják, hogy ez csak egy még nagyobb hullám kezdete. A vízhiány és az elsivatagosodás még nagyobb tömegeket fog arra kényszeríteni, hogy eladják szülőföldjüket, és új életet próbáljanak meg máshol kezdeni. És a gazdag fejlett Európa számukra Eldorádónak tűnik. Azon gondolkodom, hogyan viszonyuljak magam is mindenhez. Katasztrófa-e az, ami történik, vagy csak az örök emberi történet fizér egyik újabb álmos? Talán az utóbbi, bár a folyamat kétségkívül hordoz magán komoly katasztrófa jeleket is. Arra gondolok, ugyanígy látták ki a helyzetet az avarok is, jó 1100 évvel ezelőtt, amikor azok a furcsa ázsiai emberkék, a mi elődeink, bezúdultak ide. És bárhogy igyekszem is korrekt módon viszonyulni a kérdéshez, nem megy. Az akkori Európát nem sajnálom, távolinak tűnik, ismeretlennek, kontúrok nélkülinek. Ez a mostani Európa, viszont a test közeli, minden hibája ellenére otthon szabadul. Akkor ide kétségkívül egy más civilizáció áramlott be velünk együtt, amely pár évtized alatt alaposan keveredve az itt találtam új minőséget tudott létrehozni. Lehet persze, hogy mindez elmondható lesz erről a mostani folyamatról is. De mégis, úgy érzem, hogy a felfutó nagy kavarodásban végleg el fog veszni valami, ami az én személyiségemnek is lényege, és amelyet nagyon sajnálom. A keresztény talajú Európa, Leonardo da Vinci és Michelangelo Európája, a gótika és Bach, valamint Kodály tanár úr Európája kezd elporladni a tekintetem előtt, és bizonyára lesz ebből is majd egy új keverék, de attól tartok, ahhoz már nekem vajmi kevés közöm lesz. Az a fajta Európa, amelyet szerettem, amelyben otthon éreztem magam, és amelyből kinőttem, visszavonhatatlanul a múlté lesz. Persze azt is érzem, most nincs értelme keseregni, a történelmet fel kell vállalni, sorsunkkal együtt kell tovább élni. Ellenkezőleg az lenne meglepő, ha a világnak ez a csodálatos egyik legélhetőbb helye, Európa üresen maradna. Mert nézzünk szembe önmagunkkal, mi üresítjük ki. Szellemileg is, és demográfiailag is. Pár száz évvel ezelőtt mindenki kapásból tudott választani arra a kérdésre, mi Európa, melyek az európai kultúra fő ismérvei. Ma ez már nem olyan egyszerű. Pár száz évvel ezelőtt Európa volt a legdinamikusabb, leginnovatívabb földrész. Ma már ez a pozíció is mintha megkopott volna. Pár száz évvel ezelőtt éppen mi rajzottunk ki más földrészekre, amelyeket bár gyarmatosítottunk, de kétségkívül civilizációt, műveltségcsomagot is még tudunk volna. Igaz, hogy számos nyugati ország alaposan ki is rabolta a más földrészeken talált gazdag régiókat, az is igaz, hogy iskolát, kórházat, technikát, modern vallást is ők vittek oda. Lelkileg, szellemileg emeltünk is rajtuk. És most Európa előregetőben, kihalófélben van. Ezt nem a sötét háttérhatalmak itt intézték így, ezt mi, európaiak követtük el.
Az európaiak aktív munkavégzési idejükben hivatás helyett fizetési osztályok által meghatározott tevékenységeket végeznek, munkaidejük után pedig vastagon söröznek és tömik magukat és híznak is tunyolnak. És frázisokat pufogtatnak egymás felé, ahelyett, hogy új értelmet találnának a 21. századi létüknek. A dinamika másutt van, nem Európában, a demográfiai dinamika is. Nem történik tehát semmi különös, csupán a világegyetem egyik legnagyobb, legállamibb törvénye kap új kontúrokat. A kiüresedett tér megtelik új anyaggal és új tartalommal. Értem ezt, értelmen felfogja, megsejti a történéseket. Csak éppen nagyon sajnálom. Úgy érzem, a kikopó félben lévő klasszikus európai képpel valami belőlem is elveszik. És biztos vagyok benne, hogy nem szentimentalizmus, ha most tudatosan fölvállalva ejtek ezért egy köncsepet. Mert én többre becsültem a klasszikus európai. De nézzünk bele a lelkünkbe, és lássuk meg morális, spirituális kiüresedésünket is. A klasszikus Európa egyre távolabbi ködökbe visz. Valami új jön, valami más. És ezt én ridegnek és testidegennek érzem. És nem érzem jól magam már a gondolattól sem, hogy ez fog egyre inkább körülvenni engem is. Mert nekem a Dávid az Európa. Meg a Psalmus Hungaricus, a Gregorián zene és Munkácsi, és Rodin és Shakespeare. Mondanám, hogy talán meg lehet fordulni az úton, de azt is látom, hogy csupán ezt talán nem is akarják. A dolgok tehát csúsznak tovább a maguk útján. Talán nem tragédia ez, de mégis furcsa. Mert a legnehezebb azt megmenteni, aki nem akarja magát átmenteni a jövőnek.